Nagyon különleges karakter kell neked alakítani, hogyan készültél fel az ő szerepére? Szerintem vagyok a rendezőnk nagyon-nagyon fel volt készülve, tehát hogy egy igen pontos irányt mutatott. Sokáig nem kellett gondolkodni, hogy mifelé, mert nagyon tudta, hogy mit szeretne, és tulajdonképpen nála az a bevált szokás, hogy fel kell tudni vele az ő agyával venni a versenyt, és akkor szépen az ember napról napra próbára többet készül, és akkor egy idő után valahogy a szerep is elkezd alakulni saját magától. Azt a formát, amit ő kért, teljesítettem, és akkor utána egyre jobban épült, mind díszletben, mind jelmezzel, minden szépen alakult ki tulajdonképpen ez a karakter. Szent a Vajk egy nagyon profi rendező, és nagyon komoly elvárásai vannak. Mennyire volt nehéz ezeknek megfelelni? Igen, egy nagyon profi, elnistennek tudtam, hogy mivel állok szemben, mert nem először dolgozunk együtt, és de valóban nagyon tudja, hogy mit szeretne, ezért nagyon kellett hajtani, és ugye évvégén próbáltuk be ezt az előadást, és ezért már nagyon-nagyon fáradtak voltunk, de most újult erővel, így nyár után azért könnyebben veszük talán az akadályokat, frissebben. Egy embert játszol, aki mégis két ember. Milyen személyiségjegyekkel bírnak, és melyikőjük jár közelebb hozzád? Volt egy ilyen időszakom az életemben, amikor ez a macsósabb, ez közelebb áll, de most már ugye én is családias apuka vagyok, visszafogott ember. Igen, valójában az első karakter, a visszafogottabb áll hozzám közelebb, aki tulajdonképpen a barátjának megmondaná a nagy igazságokat, hogy mit, hogy kéne. De a másikban is van spiritus és érdekesség. Van, hogy úgy alakul az élet, hogy egy kicsit úgy háttérbe szorulunk, és van, hogy így miénk a világ, és megyünk előre a fénybe. Pedig neked minden lehetőséged meg volt. Pénz, idő, kocsi, szoba átadás, vacsora meghívás. És látod, az ég egy ott a világon semmi, de semmi! Ha! Szóval akkor én már itt fölösleges vagyok. Nem fogok neked hazudni. Te játszod az egyik főszerepet a darabban. Mennyire volt nehéz ezt elindítani, magadévá tenni? Nem gondolom, hogy túl nehéz lett volna, mert hát nem, igazából nem egy bonyolult szerep, tehát nem kell benne, mert kell benne nagyon sok mélységet játszani természetesen, de nem kell az ember, tehát ismerős dolgokat kell az embernek magából előhozni, a szerelem, hazugság, úgymond, amivel az ember azért találkozik az életében, tehát nem egy gyilkost vagy egy pszichopatát, tehát nem egy ilyen embert kellett összerakni, úgyhogy végülis ez így annyira nem volt nehéz. És ugye nem csak szövegek vannak benne, hanem koreográfiák és dalok is. Ez mennyire volt nehéz így az évad végén? Nem volt nehéz olyan szempontból, hogy én nagyon szeretem a musicaleket, szeretem az operetteket is, és én nagyon régóta vártam, hogy mikor leszek újra zenésbe itt a Móricz Zsigmond Színházban, úgyhogy én nagyon élveztem, abszolút. A meseautóról mindenkinek van valamilyen fogalma és elképzelése. Te mit gondoltál, amikor kiderült, hogy te fogod játszani ezt a bizonyos főszerepet? Nagyon örültem neki természetesen, de hát már az ember azért egy ponton szerintem megtanulja azt, hogy ahogy mondjam, mindig elképzelünk valamit, hogy akkor most milyen lesz ez a próbafolyamat, meg milyen a szerep, meg úristen, és már talán megtanultam azt, hogy még az olvasó próbán is, és kicsit így próbálom, hogy az ember úgy beleüljön a próbafolyamatba, a partnerekbe, úgy megérezze a dolgokat, és akkor szép lassan az úgy is ki fog alakulni magától.
A meseautóról nagyon sokaknak ugye már a feldolgozott verzió jut eszébe a film. Mennyiben hasonlít ez a darab arra, vagy mit várhatnak a nézők? Én nagyon-nagyon régen láttam szerintem, és nem is szerettem volna most újra nézni. Sajnos engem eléggé befolyásolnak, akarva akaratlan is ellopok valamit, és ezt nem szeretem, egyáltalán nem szeretem. Én szerintem egy nagyon jó szórakoztató, vicces, zenés, és egy olyan darabbal fognak találkozni, amikor tényleg együtt sírunk, együtt nevetünk, és reméljük, hogy tényleg nagyon fog tetszeni a közönségnek. János, én akkor is szeretnélek téged, ha te lennél a világ leggazdagabb embere. Várjál, most nincs fél órán.